Szárnyaikat bontogatták vasárnap délelőtt a rekkenő hőségben a PSE tenisz szakosztályának ifjú tehetségei. A lányok 2, míg a fiúk 3 kategóriában mutathatták be, mennyit sikerült elsajátítani a fehér sporták felettén nehéz ütésformáiból. Már sokadjára rendezzük meg a házi versenyünket ifjúsági verseny néven. Mindig így az iskola vége fele szoktuk megrendezni, amikor még úgymond a gyerekek többsége még itthon van, bár most jó páron beleszaladtak a betegségbe, úgyhogy a létszám az olyan 60 fő körül fog majd lenni. A fiúk kezdték most reggel 8 órakor, ők a fiú 16-osok két csoportban vannak, a fiú 18-osok pedig körmérkőzés formájában kezdték el. Volt, aki a házi versenyt megelőzően két országos tornán is szerepelt, Pécsen egyéniben, míg az országos diák olimpia döntőiben párosban mutatta meg tudását. Pécsen voltam szombaton, ahol a harmadik helyezést értem el, és kedden pedig diák olimpián, 32 főből 16-ba jutottunk, és ott estünk ki a társammal. Áron a házi versenyen is tartotta jó formáját, megnyerte a 14 évesek kategóriáját, ráadásul a fiú 18-as korcsoportban is a dobogó legfelső fokára állhatott. Retteghetnek a Roland Garros idei döntősei, Novák Djokovic és Stan Wawrinka.